A szabályok be nem tartása majdnem mindig tetten érhető a közúti forgalmi balesetek esetében, mutatott rá a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Megyesfalvi Tamás kiemelte, a balesetek vezető okai között szerepel a gyorshajtás, amit nem csak akkor lehet elkövetni, ha az útszakaszra előírt sebességhatárt nem tartjuk be, hanem akkor is, ha nem az időjárási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedünk. Az elsőbbségadás elmulasztása is kiemelt helyen szerepel, amit sokan a gyalogátkelő helyeken is elkövetnek, és gyakran előfordul a kanyarodási szabályok megszegése is. Sok esetben pedig az alkohol is szerepet játszik a baleseteknél. Nagyon magas büntetési tételek tartoznak az ittas vezetéshez, illetőleg a járművezetők el is tiltásra kerülnek. Szinte minden esetben, amikor ittasan vezetnek, elég nagy kockázatot vállal az a járművezető, aki ittasan ül volán mögé. Nem beszélve arról, hogyha még balesetet is okoz, akkor a baleset okozásáért is még nagyon súlyos jogkövetkezményekkel kell szembenézni. Hozzátette, tavaly összesen 39 ittas vezető okozott balesetet Heves vármegyében. Az előző évhez képest ez a szám kevesebb, azonban 2022-ben összesen 450 olyan vezetőt szűrt ki a rendőrség, akik balesetet ugyan nem okoztak, de alkoholos befolyásoltság alatt vezették az autójukat. Megyesfalvi Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a végzetes balesetek megelőzésének érdekében mindig kapcsoljuk be a biztonsági övet. Magyarországon olyan 80-85% körül mozog felmérések szerint jelenleg az a biztonsági öv használati arány. Ezt a használati arányt szeretnénk, ha legalább 92% vagy az fölé tudnánk emelni, hiszen a balesetek kimenetele szempontjából egyértelműen a biztonsági öv az egyik legfontosabb passzív biztonsági eszköz. Megyesfalvi Tamás azt is elmondta, hogy a rendőrség 2023-ban közlekedésbiztonsági kampányt indít, és célzott közúti ellenőrzéseket szervez annak érdekében, hogy visszacsökkenjen a halálos kimenetelű balesetek száma.